Frezsuzsa vagyok, 44 éves, Bikácson élek, őstermelő vagyok, állatokkal foglalkozom, és mellette népi gyógyászattal foglalkozom. Tanítom, illetve praktizálok is. A MAG csoporttal érkeztünk. Igazából mivel én itt lakok közel, én autóval érkeztem, de a többiek azok ugye busszal, tehát különböző helyről jöttünk. Van, aki Nyíregyházáról jött, van, aki Alsó-Mocsoládról, van, aki Mohácsról, úgyhogy egy ilyen csillagpontban a szekszárdi buszpályaudvaron találkoztunk, és úgy jöttünk. Mi egy közösségben dolgozunk, vagy egymást kiegészítve, vagy pedig mindenki a saját területén, szakterületén. Igazából nekem nem egy szakterületem van, hanem több. Ugye piocázás, köpölyözés, akupunktúra, illetve hát a csontkovácsolás, de a lágyabb része, tehát én inkább hölgyeket vállalok, ugye a férfi csontkovácsoláshoz egy kicsit több energia kell, de azt is megcsinálom természetesen, hogyha ha kell. Igazából én kombinálom ezeket a gyógymódokat, ugyanis nagyon jól kiegészítik egymást, attól függően, hogy milyen problémáról van szó. Tehát, hogy mivel fordulnak hozzám segítségért, mint utolsó szalmaszál. Tehát mi az, amivel a igazából homeopátiás módszer, amivel be tudjuk indítani a szervezetnek a védekező képességét, illetve a gyógyulási képességét. Hát általában mozgásszerű problémákkal, illetve érés-szívrendszeri problémákkal. Vagy már meglévő betegséggel, vagy már kezelt betegséggel, ami ugye mint kezelés csődöt mondott. Igazából az előadásom az a szeressük vissza önmagunkat, de igazából ebben benne van minden. Tehát a testlélek szellem gyógyításától kezdve egy kicsit a magyarság, a népi hagyományok, a modern orvoslás, illetve a hagyományos népi orvoslás, vagy gyógyászat. Tehát igazából ez, meg egy kicsit benne volt a születéstől a halálig fennálló jelenlegi probléma, ami orvoslásra vár szintén, illetve a tablettáknak a hatása, vagy hatástalansága. Egy ütmentség ugye a népi hagyományos használatban az, aki a senkinek a gyermeke. Tehát én még itt senki vagyok, mert ugye én budapesti volnék, és gyűjtment az én gyerekem, az én lányom, aki 24 éves, én még senki vagyok, tehát addig, amíg az ember a lábát nem veti meg, addig senki, aztán a gyermek a gyűjtment. Tehát nekem ezt jelenti, hogy próbálunk gyűjtmentek lenni.